Tisza part Banknél, itt szedte idén nyáron első áldozatait a folyó. Egy társaság töltötte az időt a parton, közülük egy férfi és két ismerős gyermek együtt mentek befürdőzni a Tiszába, mindhárman elsüllyedtek. A parton ülők kiabálásra lettek figyelmesek, akkor vették észre, hogy baj van. Azt mondták, ők akkor a vízben már csak a férfit látták. A férfi életét sikerült megmenteni. Kiabálás hallottam, hát azt hittem, hogy a gyerekek no, játszanak a vízben azt, hogy már visszékeztem, onnét, hogy onné szaladtam. Az Attila ott voltunk, van a karau. Bedobtam a fát az élettársammal, amíg az segített. Bedobtam a fát, úgy húztunk ide a patra. A Tiszában elsüllyedt két fiatal fiút a rendőrség, a katasztrófavédelem és a speciális mentők közösen keresték. A kutatáshoz nyomkereső kutyát is bevetettek. A szakemberek azt mondták, ez a Tiszának igen veszélyes szakasza. A parttól két-három métert lehet begyalogolni, majd a folyó hirtelen mélyül, és ott az örvények miatt még a búvárok is nehezen dolgoznak. Sajnos elég jól ismerjük, mert olyan két évente legalább egy eseményhez jövünk erre a, erre a részre. Ö, általában itt ezen a helyen meg is szoktuk találni, tehát nagyon ritka az, hogy, hogy innen lejjebb vigye a víz. A tragédia vasárnap történt, a szerencsétlenül járt mezőladányi testvérpárt aznap nem sikerült megtalálni. Egyikük holtestére másnap bukkantak, a merülés helyszínétől majdnem 10 kilométerre, Tisza-Szentmártonnál. A tiszai tragédia hétvégéjén országszerte több volt a vízi baleset, a szakemberek felhívják a figyelmet a szabad vizek veszélyeire. Arra figyelmeztetnek, nem kijelölt fürdőhelyen, senki ne menjen a vízbe, mert ha baj történik, nincs a közelben szakképzett segítség de a bújával ellátott és úszómester által felügyelt, strandolásra kijelölt területeken is fontos az óvatosság. Az, hogy felhevült testtel, illetve jól lakottan, telegyomorral, és itt a sállapotban ezt is mindig ajánljuk, hogy így nem szabad a vízbe menni, hiszen ez fokozott kockázatot jelent a úszók számára. A szakemberek azt tanácsolják, a strandon mindenki mérlegelje, hogy tud-e vízbiztosan úszni, ez alapján válaszol vízmélységet. Aki nem tud úszni, használjon úszó mellényt, nem csak a vízben, hanem akkor is, ha csónakba ül. A gyermekekre is ajánlott ráadni a mellényt, mert a karúszó a mély vízben kevésbé tartja fenn a kicsit, és úszógumival is csak felnőtt felügyelet mellett menjenek a gyerekek vízbe.